Szent László napján emlékezni gyűltek össze Kiskunhalason az egykori határőrök. Ebből az alkalomból adták át a Fráter Sándor nevét viselő rendészeti emlékszobát, mely átfogó tárhelye a múltnak. Rendészeti emlékszobát állítottunk ki, ahol az egyik oldalt a határőr történelem, a másik oldalt a rendőrtörténelem indul el, és valahol középpen találkozik, és már bemutatja a közös múltunkat. A szalagátvágást követően elsőként Fráter Sándor családtagjai nézték meg a kiállítást. Nagyon szépen köszönjük mind a rendőrségnek, a volt határőröknek, illetve a Határőr Kultúráért Alapítvány képviseletében, akik ezt megvalósították, és hogy tovább viszik édesapámnak a gyűjteményét, nevét. A kiállításhoz sokan ajánlották fel egykori használati tárgyaikat, dokumentumaikat és egyenruháikat. Itt megemlékeznek róla, mi nálunk meg egyéb utóbb eltűnne. Sok minden van. Nagyon szép. Én szerintem jó is. Ezek a festmények, azokra is emlékszek, az a főparancsnokság, vagy a parancsnokság épület bejáratánál volt ez a képek, és mind ide lettek egy helyre összpontosítva. Szép. Szép. Örülünk neki, hogy van ilyen. Nincs, talán az országban nem sok hely van ilyen, ahol határőrségre ilyen emlékei vannak. Örülök neki, hogy ez a cég megvan, és a határőr rész ilyen szempontból maradt egy kis emlékünk, mert ez van, mert ugye tudjuk, hogy a országban mennyi baj van a határon, de hogy minket csináltuk évtizedeken keresztül, és most másképp jelenkezik, meg más feladat. De jól létni, az emléket látni, a szint, meg a ruhákat, meg a barátokat, nagyon jó. A kiállítás összeállítására a Határőr Kultúráért Alapítványt kérték fel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenhol legyen egy csapatmúzeum. Hogy vannak olyan emberek, akik nem tudnak elvándorolni Budapestre egy múzeumba, hiszen időskoruknál fogva, egészségüknál fogva, nekik meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy itt ismerjék meg, és lehetőleg olyan koncepciót ismerjenek meg, ami kötődik az adott helységhez, a településhez, városhoz. És ugye Kiskunhalas pont azért, mert Kiskunhalas legendás volt még a határőrség életében is. Nagyon-nagyon sok minden volt még a kiállítás előtt, zsúfolt volt nagyon. Nem az a célunk, hogy minden is meg lehessen nézni, hiszen arra bárhol már lehet nézni. Inkább egy olyan tágas, bejárható dolgot, amit fel lehet dolgozni. Tehát aki bejön és egy rövid időt tölt csak el, aki bejön hosszabb időt akar eltölteni, az láthasson dolgokat. És valóban igaz, rengeteg olyan dolog van még, ami arra vár, hogy rendes karbantartás után újra kiállításra kerülhessen itt, és a digitalizálás, viszont a rengeteg dokumentum fénykép, az még nagyon-nagyon várat magára. Már rendelkezünk olyan honlappal, ahol a Kiskunhalasi rendészeti emlékszoba, Fráter Sándor rendészeti emlékszoba külön meg fog jelenni honlapon, és ott bizony az ide vonatkozó minden ilyen jellegű dolog fel lesz tüntetve, és bárki bárhonnan teljesen ingyen elérheti, kutathatja, olvasgathatja a történelmet. Az emlékszoba átadóját követően koszorúzásokkal folytatódott a program, megemlékeztek a hősi halottakról és Szent Lászlóról is. A nap az egykori határőrök nyugdíjas találkozójával zárult, ahol az egykori kollégák sok emléket felelevenítettek.